Sikeres 2015-ös évet tudhat maga mögött Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló teljesítette az olimpiai szintet, így Rióban már másodszor szerepelhet majd az ötkarikás játékokon. Az év főversenyén, a dél-koreai univerziádén a negyedik helyet szerezte meg a 27. születésnapját január közepén ünneplő atléta, akinek az ősz végén egy hónapos sérülés miatt ki kellett hagynia, de az évzáró tatai edzőtáborban már ott tudott lenni Pokrovenszky József tanítványa. Helebrant a 2016-os esztendőt is edzőtáborozással indít. Szinte az egész januárt edzőtáborban fogom tölteni. Január 4-én kezdődik egy tatai felkészülés, ami mindössze kéthetes lesz, és január 18-án fogunk indulni Portugáliában, ott is két hetet fogunk eltölteni. A gyalogló már korábban is kacérkodott az 50 kilométeres távval, most pedig edzőjével úgy döntöttek, hogy megpróbálja teljesíteni a hosszabbik olimpiai táv kiküldetési szintjét is. Olyan szerencsés helyzet vagyok, hogy 20 kilométeren már biztos induló vagyok az olimpián, és emiatt vagyunk olyan bátrak, hogy megpróbálnánk 50 kilométeren is teljesíteni a szintet. Ha ez sikerül, akkor még gondolkodnánk az edzőmmel, Pokrovenszky Józseffel, hogy most a 20 vagy az 50 kilométert választjuk az olimpián. A kettőt egyszerre nem merjük bevállalni, mert mindössze csak egy hét van az olimpián a két szám között. Viszont hogyha ez a márciusi verseny, ahol 50 kilométert fogok versenyezni, ha ez annyira jól sikerül, akkor elgondolkodunk, hogy melyik szám érné meg jobban. A 20 kilométer bármilyen meglepő is, az nagyon gyors szám, ott semmi taktikát nem kell alkalmazni igazából, az elejétől a végig nyomni kell, ami a csövön kifér. 50 kilométeren viszont már előtérbe helyeződik a taktika, és sokkal lassabb versenyszámnak minősül a 20 kilométerhez képest. A 31. nyári olimpiai játékokat augusztus 5-e és 21-e között rendezik meg a brazíliai Rio de Janeiro-ban. Helebrant Máté a tervek szerint márciustól minden hónapban legalább egy alkalommal rajthoz áll majd, hogy minél jobb formában lendüljön az év legfontosabb versenyére.